A budapesti helyi érdekű vasút a magyar fővárosban és annak agglomerációjában üzemelő vasúti rendszer. Jelenleg öt vonalon közlekednek a hévek. A hévekre csak előre megváltott jegyjel vagy bérlettel lehet felszállni a Budapesten belüli szakaszon az összes megállóban, illetve Budapest határán kívül, ahol BKK egy automata üzemel. A Budapest határán kívüli megállóknál történő felszállás esetén, ahol nincsen BKK egy automata, vagy nem üzemel, továbbra is a vonaton lehet megváltani a kiegészítő jegyet pódi fizetése nélkül. A híveket a budapesti szakaszon budapesti jegyekkel és bérletekkel is igénybe lehet venni, a városhatáron kívüli utazás esetén kiegészítő jegyet kell váltani. Felszállás után érvényesítse jegyét. A H5-ös hév, korábbi nevén a Szentendrei hév a Battyányi tér és Békás megyer, illetve Szentendre között közlekedik kora reggeltől késő estig, menet ideje 37 perc. A fővárosi jegyek és bérletek Battyányi tér és Békás állomások között érvényesek. A H6-os hév, Korábbi nevén Ráckevei hév a közvágó híd és tököl, Dunaharaszti külső, illetve Ráckeve között közlekedik kora reggeltől késő estig, menetideje 73 perc. A fővárosi jegyek és bérletek közvágó híd és millennium telepállomások között érvényesek. A H7-es hév, korábbi nevén Csepeli hév a Boráros tér és Csepel között közlekedik kora reggeltől késő estig, menetideje 14 perc. A fővárosi jegyek és bérletek a vonal teljes hosszán érvényesek. A H8-as hév, Korábbi nevén Gödöllői Hév az örs és cinkota, kerepes, illetve Gödöllő között közlekedik kora reggeltől késő estig, menet ideje 48 perc. A fővárosi jegyek és bérletek az örs és ilona telepállomások között érvényesek. A H9-es Hév, korábbi nevén Csömöri Hév az örs és Csömör között közlekedik kora reggeltől késő estig, menet ideje 23 perc. A fővárosi jegyek és bérletek az örs vezértere és szabadság telepállomások között érvényesek. A hészerelvények nem akadálymentesek. A piktogrammal jelölt kocsikban négy darab kerékpár szállítására van lehetőség. Hétköznap a szállításhoz egy darab vonal, vagy gyűjtőjegy érvényesítése, vagy kerékpárbérlet szükséges. Hétvégén a kerékpár szállítása ingyenes. A piktogrammal jelzett kocsikban ingyenes wifi szolgáltatás érhető el. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Please stand clear of the closing doors.